Kedves ballagó diákok! Kedves lányok és fiúk! Szívből köszöntelek benneteket ezen a számotokra bizonyár felejthetetlen napon, ballagásotok ünnepén. Milyen elgondolkodható a ballagás szavunk. Benne rejlik a mozdulat, a kiinduló pont és a cél, az iskolából kifelé, a felnőtt életbe. Lassan, megfontoltan, eltöprendve múlton és jövőn, talán szorongva, talán magabiztosan, talán a szívünk mélyén már is visszasírva az eltelt éveket, talán komoly terveket szövögetve, esetleg csak illúziókat kergetve. Ahogy változnak az idők, változnak a célok is. Manapság a legtöbb középiskolásnak már a továbbtanulás, a következő célállomás. Amint tudjátok, az idén több állami ösztöndíjas diák tanulhat a főiskolákon és egyetemeken, mint tavaly. Nagy lehetőség, hogy külön ösztöndíjat élvezhetnek majd a tanárjelöltek. A tanárképzés megújítása, a köznevelés áttételesen Magyarország megújulásának egyik tartózkupa. Akár csak a felfrissült szakképzés. Érdemes szakmát tanulni, nagyra a kereslet országszerte. Igaz ez mindenütt, Soprontól Záhonyig és Komáromtól Bajáig. Ezekben az órákban, az egész országban ünnepi lélekkel köszöntik, és velük együtt köszöntöm én is a ballagókat, a tanáraikat, a szüleiket. Az ünnepi lélekben ott rejlik a dicsőséges magyar múlt. Ott él tovább a Szent Istváni elkötelezettség és értelem az államteremtésre és az ország megtartására, tovább örökítésére. És ott rejlik a vágyott dicsőséges magyar jelen és jövő, kedves ballagó diákok, amelyért érdemes tanulni, érdemes diákolimpiákat nyerni, érdemes OKTV-re készülni, ha kell egy nappal látéve, érdemes újítani és feltalálni, röviden, érdemes befektetni az egyéni jövőtökbe és az ország jövőjébe. Köszönet érte közületek azoknak, akik ezt már megtették. És végül érdemes szeretni és tisztelni szüleiteket, tanáraitokat, az osztálytársaitokat, a barátaitokat, a leendő gyermekeiknek leendő édesanyját vagy édesapját. Érdemes, mert így lesz az életetek boldog. És nem utolsó sorban azért érdemes, mert így tudjátok megteremteni a jövő Magyarországát. Kell Budapesten 2013. május 3-án szeretettel küldi dr. Hoffmann Józsa, köznevelésért felelős államtitkár. Tisztelettel felkérem igazgatónőnket, dr. Dömötörné Papp Hargitát, köszöntse a ballagókat. Kedves vendégek, tisztelt szülők, rokonok, barátok, kollégáim! Külön szeretettel köszöntöm Budakeszi Önkormányzat képviselőtestületének tagjait, Szifra Zsuzsannát és Srotti János urat, a Német Nemzetiségű Önkormányzat vezetőjét. Kedves ballagó diákok! Elmúlt, mint 100 más pillanat, de mi tudjuk, mégis múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak. Elérkezett a várva várt nap, hónapok óta erre a napra vártok, és ahogyan egyre közelebb kerültetek a május 4-éhez, annál inkább halasztottátok volna, ha nem is a ballagás, de azt követő események sorát biztosan. Valóság és nem optikai csalódás, hogy ott lóg az oldalatokon a hagyományoknak megfelelő kis tarisznya. Régen tarisznyával az oldalokon indultak vándorútra azok, akik szerettek volna világot látni, új ismeretekre vágytak. Kedves nagysenyisti vándorok, remélem a hosszú vándorútra mindannyian felkészültetek és körültekintően csomagoltok. Sokan közületek már kijelölték a célt. Valószínű, ők valóban tervszerűen csomagoltak. Van, aki még bizonytalan, még toporog, halasztaná az egész utazást. Természetesen van olyan, aki az utolsó pillanatra hagyja a csomagolást. De mi kerüljön a csomagba? Javaslom a következőket. Élelem, elsősorban szülői segítség formájában. Térkép, iránytű, vagy egy megbízható GPS a pontos cél eléréséhez, hogy minél kevesebb újratervezésre legyen szükség. Fénykép a szülőkről, barátokról, iskoláról, hogy mindig jusson eszetekbe, hogy honnan indultatok.
Azt hiszem, tudom, mi jár az fejetekben. Először is büszkeség, hogy igen, megcsináltam, eljutottam idáig, és velem örülnek azok, akik fontosak nekem. Az bizonyítja a sok-sok virág a kezetekben. Aztán egy csipetnyi szomorúság is vegyül az örömmel teli pillanatok közé, hiszen itt marad életeteknek egy darabja. No és ne tagadjátok, van némi szorongás, hogy hogyan birkóztok meg majd a nehézségekkel. Oscar Wilde szerint többet tudsz, mint hiszed, de kevesebbet, mint szeretnél. Nem kívánom elhallgatni, hogy meghatározó próbatétel előtt álltok. Eredménye kijelöli az utat, hogy merre indulhattok el. Ha nem vigyáztok, tévútra kerülhettek, és akkor nagy kitérét kell tennetek. Kátyukkal teri, göröngyös út vár rátok, ezért sok szerencsét kívánok a nehézségek leküzdéséhez. Kedves ballagó diákok, gondoljátok néhány pillanatra mindazokra, akik segítettek, bíztattak benneteket az elmúlt évek során. Én elsősorban a szüleitekre, családotokra, tanáraitokra gondolok. Nem tudom, mit rejt a sorsod, mosolyt hoz-e, könnyeket, tanuld meg hát feledni a rosszat, és őrizd meg a boldog perceket. Talán nem haragszanak meg a kedves apukák, ha külön szólok az édesanyákhoz, nagymamákhoz, hiszen közeleg az anyák napja. Úgy vélem, kevés szebb ajándék lehet egy édesanyának, mint látni felnőni gyermekét, látni, hogy eljutott valahová, és tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet, szigorúság nem volt hiába való, megérte. Boldog anyák napját kívánok! Kedves kollégák, kedves osztályfőnökök! Köszönöm a tartalmas, türelmes, következetes munkát, mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit 4, illetve 5 év alatt kaptak tőletek a diákok, hogy sikerrel vegyék az előttük álló akadályokat. Szent György szavai szerint az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Kedves vendégek! Mielőtt végső búcsút vennék ballagó diákjaimtól, szeretném kiemelni, hogy nagyon büszke vagyok a jelenlegi és öreg diákjaim teljesítményére. Az elmúlt hónapok történései következtében talán még ennél is büszkébb vagyok emberi magatartásukra, viselkedésükre, tartásukra, ahogyan első szóra egy rászoruló társuk segítségére siettek. Nagyon köszönöm. Kedves vándoraim! Végezetül Kossuth Lajos szavait szeretném tanisznyátokba rejteni. Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni. Köszönöm figyelmüket! Továbbiakban szeretnék jutalomkönyvet átadni mindazoknak, akik sokat tettek, sokat tanultak és ügyesebbek voltak az átlagnál. Elsőként 12. A osztályban tanuló Havasi Péternek C-típusú angol nyelvvizsgájáért. Szentkirályi Péter 13. B-osztályos tanulónak felsőfokú angol nyelvvizsgájáért. Kucogi Dénes 13. B-osztályos tanulónak középfokú angol nyelvvizsgájáért. Szabó Kálmán 13. B-osztályos tanulónak felsőfokú angol nyelvvizsgájáért. Kovács Rita 13. B-osztályos tanulónak középfokú német nyelvvizsgájáért. Schmidt Bertalan 13. B-osztályos tanulónak felsőfokú angol nyelvvizsgájáért. Beleznei Olivér 13. B-osztályos tanulónak középfokú angol nyelvvizsgájáért és közösségi munkájáért. Sudár Márton 13. B-osztályos tanulónak felsőfokú angol nyelvvizsgájáért. Mezei Villa 13. B-osztályos tanulónak közösségi munkájáért. Kajd
Gabi Panni 13. B-osztályos tanulónak középfokú angol nyelvvizsgájáért. Mándl Zsolt 12. A-osztályos tanulónak középfokú angol nyelvvizsgájáért. Balonyai Nikolettnek 13. B-osztályban középfokú német nyelvvizsgájáért. Kocsis Anett 13. B-osztályos tanulónak közösségi munkájáért. Kajos Viktor 13. B-osztályos tanulónak középfokú angol nyelvvizsgájáért. Tóth Levente 12. A-osztályos tanulónak középfokú angol nyelvvizsgájáért. Juhász Ákos 13. B-osztályos tanulónak középfokú angol és középfokú német nyelvvizsgájáért. Botnár Zsófia 13. B-osztályos tanulónak középfokú német nyelvvizsgájáért és közösségi munkájáért. Tóth Réka 13. B-osztályos tanulónak közösségi munkájáért. Kovács Bence 13. B-osztályos tanulónak középfokú angol nyelvvizsgájáért. Csóka Barnabásnak felsőfokú angol nyelvvizsgájáért és közösségi munkájáért. Pál István 13. B-osztályos tanulónak középfokú angol nyelvvizsgájáért. Nagy Réka 12. A-osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményéért. Előtt Zsuzsannának 13. B-osztályból középfokú angol, illetve középfokú német nyelvvizsgájáért és közösségi munkáért. Csizmás Eszter 12. osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményért középfokú angol nyelvvizsgájáért. Bild Katalinnak 13. B-osztályból kitűnő tanulmányi eredményért és példamutató szorgalmáért. Kis Fanni 13. B-osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredmény példamutató szorgalmáért. És utoljára, de nem utolsó sorban, szeretnék köszönetet mondani egy szülőnek, aki nagyon sokat segített az iskolának, sok-sok téren közreműködött, segítséget nyújtott. Tótné Fajta Anitának szeretném átnyújtani az iskola emléklapját. Kérem a ballagó osztályok képviselőit, tűzzék fel emlékszalagjukat az iskola zászlajára.